Kolozsvár. Európa Nostra díjjal ismerték el a kolozsvári Szent Mihály gótikus templom mintaszerű felújítását. A kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett díjátadó ceremónián egy emlékplakettet is avattak a műemlék falán. Párcium. Augusztus 20-ára készülve öntötték össze a terményadományokat a párciumi gazdák a Szatmár megyei mezőteremben a hétvégén. A Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogramhoz idén is sok gazda csatlakozott. Világörökség. Az idén a hagyományos római napok helyett régészeti napot szerveztek a Maros megyei Mikházán. A megyei múzeum munkatársai ezzel az itt található római castrumnak a világörökségi listára való felkerülésére szándékoztak felhívni a figyelmet. Kezdjük a híradót, köszöntöm nézőinket! Európa Nostra díjjal tüntették ki a kolozsvári, a gótikus stílusban épített Szent Mihály templomot egy szombati ceremónián. Az elismerést a templom bejáratánál elhelyezett plakett jelzi. A 15. kolozsvári Magyar Napokon a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében zajlott az Európa Nostra díj átadása a főtéri Szent Mihály templom részére. Az elismerést május végén ítélte oda az Európa Nostra bizottság a gótikus stílusban épített templomnak. László Attila főesperes plébános elmondta, hatalmas felelősséggel jár ez a díj, ugyanakkor nagyon nagy elismerés. Mindaz, ami itt megvalósult, és csak a Jóisten tudja, hogy a 700 év alatt ez hányadik felújítás, javítás volt a templomon. Emögött emberek állnak. Olyan emberek, akik talentumokat kaptak. És azt én úgy láttam, hogy a lehető legteljesebb módon kamatoztatták. Raktuk össze mindannyian mindazt, ami, ki mit tudott és kinek amilyen volt. És abból megtapasztaltuk azt, hogy egy csoda születik. Hozzátette, az utóbbi két hónapban több mint 71 ezeren látogatták meg Kolozsvár égkövét, a Szent Mihály templomot. A kuratórium úgy fogalmazott, három fő elem határozza meg az épületet és a mögötte álló közösséget, szakértelem, hit és kultúra. Az Európa Nostra díjakat 26 műemlék kapja, ezeket pedig örökségvédelmi szakértők ítélik oda. Romániában még a Szászalmádi evangélikus templomot díjazták. Az elismerést a templom bejáratán elhelyezett plakett jelzi, amelyet közösen lepleztek le az elöljárók. Az ünnepséget a Magyar Örökség díjjal kitüntetett marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar koncertje zárta. Sikerült megőrizni a közbiztonságot, nem történtek súlyos incidensek a Nagyboldogasszony ünnepe alatti minivakáción. A részletekről Monika Dásbog, belügyminisztériumi szóvívő számolt be. Augusztus 14-től kezdődően naponta átlagban közel 27 ezer belügyminisztériumi alkalmazottat mozgosítottak országos szinten. A négynapos minivakáció alatt a prioritások közé tartozott a közutak biztonságának növelése, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a hatékony vészhelyzeti beavatkozás, valamint a határvédelem biztosítása, közölte sajtótájékoztatón Monika Dásbog. A belügyi tárca szóvivője szerint a közutakon is fokozott volt a jelenlét. Több mint 1400 közlekedési rendőr volt jelen a közutakon, különösen azokon, ahol magas volt a balesetek kockázata, hogy kiszűrjék azokat a gépjárművezetőket, akik veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Ennek eredményeként 3535 személynek vonták be a jogosítványát, mert veszélyt jelentettek a közúti közlekedésre nézve. Emellett a közlekedési rendőrök 75 olyan szemét értek tetten, akik gépjárművezetői jogosítvány nélkül vezettek, esetükben büntető eljárás indult. Az előző évhez képest 51,16%-kal csökkent a balesetek száma ebben az időszakban, közölte a szóvivő. A belügyminisztérium alkalmazottait közel 6000 bűncselekmény elkövetéséről értesítették. Európa első majomhimlős megfertőződését jelentették be Svédországban. A fertőzést a majomhimlő új vírus változata okozta, amely Afrikában súlyos járványkitörést okozott. Bejelentették Európa első majomhimlős megfertőződését Svédországban. Ez az első olyan eset, amelyet Afrikán kívül diagnosztizáltak. Az illető egy olyan afrikai régióban fertőződött meg,
ahol ez a fajta változat súlyos járványkitörést okozott. A majomhimlő egy olyan fertőző betegség, amelynek kezdeti tünetei a fertőződés után 1-3 héten belül jelennek meg. Gyakori a láz, az izomfájdalom, a levertség és a megduzzadt nyirokcsomók. Ezek után jelentkeznek a klasszikus himlőre jellemző hólyagok a bőrön. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi horderejű egészségügyi vészhelyzetet rendelt el a majomhimlő új variánsa miatt. Today. A mai napon a sürgősségi bizottság ülésezett, és tájékoztatott arról, hogy véleménye szerint a helyzet nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetet jelent. Elfogadtam ezt a tanácsot, az Mpox egy új változatának kimutatása és gyors terjedése a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, annak kimutatása a szomszédos országokban, amelyek korábban nem jelentettek Mpoxot, valamint a további terjedés lehetősége Afrikán belül és azon túl is nagyon aggasztó. A főigazgató szerint egy összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség, hogy a járványkitörés megfékezhető legyen az emberéletek megóvása érdekében. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az év eleje óta 548 ember halálát okozta a vírus, amely szoros fizikai kontaktussal terjed. Több mint 33.600 középiskolát végzett diák iratkozott fel az idei pótérettségire, amelynek írásbeli szakasza ma kezdődött el. Közülük közel 12.000-en a korábbi években fejezték be a 12. osztályt. A vizsgákat a szokásos menetrend szerint bonyolítják le. Elsőként román nyelv és irodalomból mérték fel az érettségizők tudását. A román nyelv és irodalom írásbeliével kezdődött el hétfőn reggel az idei pótérettségi. Országszerte az elmúlt 20 esztendőben idén iratkoztak be a legkevesebben. Mintegy 33.600 diák futott neki ismét az érettségi vizsgának. Marosvásárhelyen két vizsgaközpontban mérhették fel tudásukat a diákok. A pótérettségire azok a diákok jelentkezhettek, akik a nyári vizsgaidőszakban valamelyik próbán nem kaptak átmenő osztályzatot, vagy nem lett meg a kötelező hatos átlaguk. Valami miatt nem sikeresen végződött az egyik próba, vagy a másik próba, vagy éppen az átlaga nincs meg, és akkor természetesen, hogy azok próbákra jelentkeznek. Így idejük is van egy picit felkészülni egy vagy két tantárgyból, amiből esetleg nem volt átmenő jegyük. Fejes Réka elmondta, Maros megyében ismét megjelölték a magyar diákok dolgozatait, tehát külön fogják azokat javítani. Ezt az információt a vizsgázó diákok is megerősítették. A diákok szerint a mostani tétel sokkal könnyebb volt, mint amit a nyári vizsgaidőszakban kaptak, és akár két jeggyel nagyobb minősítést is kaphatnak. Szerintem a nyári érettségi tételhez képest nagyon könnyű volt. Jóval egyszerűbbnek találtam, és érthetőbbnek, számomra érthetőbbnek. A pótérettségi sokak szemében csak második esély. Vannak azonban olyanok is, akik komolyan készültek, de nem mindenki gondolkozik így. Számomra konkrétabb tétje nincs, hogyha sikerül, akkor egyetemre szeretnék menni, viszont hogyha nem sikerül, akkor tovább építgetem így a saját életemet. Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a fiatalok, szerdán a választott tantárgyból, csütörtökön pedig az anyanyelv próbával folytatódik a megmérettetés. Az eredményeket augusztus 26-án függesztik ki, az óvásokat még aznap kell benyújtani. A végleges eredményeket augusztus 30-án ismertetik. A kolozsvári Magyar Napok keretében Gróf Eszterházy Jánosra emlékeztek, szentmisét tartottak, illetve emlékplakettet avattak, amely keretében felidézték életútját és szerepének fontosságát. A 15. kolozsvári Magyar Napokon avatták fel a Gróf Eszterházy János emlékére készített plakettet. Az ünnepséget Szent Mise előzte meg, amelyen a gróf boldoggá avatásáért imádkoztak. Ezt követően az egyházi és világi elöljárók átvonultak az emlékplakettnek otthont adó központi szállóba, ahol egykoron Eszterházy is megszállt a Kincsesvárosban. Szász Jenő a grófról elnevezett emlékbizottság elnöke és a plakett kezdeményezője elmondta, fontos, hogy minden olyan helyszínen megmutassák Eszterházyt, ahol ő megfordult élete során. Ez az esemény is erősíti az együvé tartozásunknak a gyönyörű érzését, erősíti azon kötelékeket, ami bennünket összetart, összefog,
együvé tartozásunkat erősíti, éljünk is bárhol a Kárpát-medencében. Felvidéki magyarok, délvidéki magyarok, erdélyek, mi és a diaszpora magyarsága együvé tartozunk, és hogyha minden magyar megfogja egy másik magyar kezét, mint ahogy ma ez történt Kolozsváron, akkor keblünkre lehetjük a Kárpát-medencét. Eszterházy János keresztény mártír politikus, az egyetemes magyar politika és közélet kivételes személyisége, aki a legnehezebb időkben állt ki a kisebbségi érdekek mellett Csehszlovákiában és a szlovák államban a felvidéki magyarság parlamenti képviselőjeként. Kolozsváron kisebbségi magyarokként kiemelten fontos életben tartani az emlékezetét, fogalmazták meg az avatást megelőző köszöntő beszédekben. Az emlékplakett az egykori Melódi szálló előterében, jelenleg a Szapiencia Emtek kolozsvári karának épületében kapott helyet. Én azt remélem, hogy azáltal, hogy ez a tábla itt került elhelyezésre, ez az épület, ez az emléktábla is egy méltó gyülekezési hely, egy méltó emlékhely lesz, ahová a Kárpát-medencéből és azon túlról érkező magyarok eljöhetnek, és tiszteletüket róhatják le a gróf személyisége előtt. Hozzátette, hosszú távú terveik közé tartozik, hogy hasonlóan a bocskai zarándoklatokhoz, Eszterházy nevéhez köthető megemlékezést is tartsanak évente. Idén is sok gazda csatlakozott a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz a Párciumban. Vasárnap minden térség elhozta saját búzáját és jelképesen összeöntötték azt, kifejezve a nemzet egységét és szolidaritásukat a rászorulók iránt. Piros-fehér-zöld szalaggal átkötött zsákokkal hozták a búzát a különböző térségek falugazdászai a Szatmár megyei mezőteremre. 5 éve már szervezett formában a párciumi falugazdász hálózat irányítása alatt zajlik a búzaadomány gyűjtése, amellyel a Magyarok Kenyere programhoz csatlakoztak. Egy széles, szoros összefogás van, komoly erő, ami meggyőződésem szerint a nemzeti egységünk egyik pillére. Tavaly Párcium 4 megyéjében, Szatmár-Bihar és Máramaros megyében rekordszámú, közel 80 tonna búza gyűlt össze, idén még tart a gyűjtés, de már most is 70 tonnához közelít a felajánlott mennyiség. Hozzávetőlegesen 15 szervezettel dolgozunk, az adományok garantáltan jó helyre kerülnek, olyan civil szervezetekkel dolgozunk, mint például a Máltai Szeretett Szolgálat, vagy a Böjte Csaba által működtetett gyermekotthonok, ahol tényleg a rászorulók, a nehéz sorban lévő embereken igyekszünk segíteni. Ahogy ez minden évben az államalapítás ünnepéhez közeledve lenni szokott, a különböző térségekből hozott búzát jelképesen egy nagy dézsába öntötték össze, kifejezve ezáltal is a nemzeti összetartozást. A római oktatással, színházzal, hitvilággal, vagy éppen a babonákkal, ókori fűszer vagy gyógyhatású és illatos növényekkel, a korabeli szépségápolással, a római katonák életkörülményeivel, fegyvereivel és játékaival ismerkedhettek meg a hétvégén Mikházára látogatók. A Maros megyei múzeum ugyanis régészeti napot tartott. Szombaton tartották meg a régészet napját Mikházán a Maros megyei múzeum munkatársai. Habár az elmúlt években római fesztiválként szervezték meg a rendezvényt, idén hangsúlyosabban a régészeti kutatásokról szerettek volna mesélni. Nemrégiben a múzeum által felterjesztett ókori római határvonal dáciai szakasza ugyanis felkerült az UNESCO világörökségi helyszínei közé. Ennek jeleként a megnyitón egy erre utaló táblát is elhelyeztek a régészeti park egyik bejáratánál. A Maros megyei múzeum 2011-ben kötelezte el magát amellett, hogy Mikházán intenzívebb kutatásokat folytat, mondta el Páncél Szilaméra, a múzeum római Limes kutatóközpontjának osztályvezetője. 2013 óta egy nagy nemzetközi csapat kutat minden nyáron, illetve tavasszal a lelőhelyen, és hát ennek a szakmai munkának köszönhetően elég jól sikerült lehatárolni a lelőhelynek a kiterjedését, és megindokolni, hogy akkor a dáciai, a római határvédelmi rendszer egyik nagyon fontos elemeként Mikháza is felkerüljön az UNESCO világörökségi listára. Jelenleg a régészek az ókori katonai tábor parancsnoksági épületének udvarán, a tábor északkeleti sarktornyának feltárásán és az ókori civil településnek a világjárvány előtt elkezdett feltárásán dolgoznak. Nagyon sok gasztronómiai nyom van, úgymond. Nagyon sok leletanyag, mármint hogy kerámia. Ebből
tudunk következtetni arra, hogy miket fogyasztottak, hogyan éltek. Nyilván a katonai táboron belül inkább a katonai élet nyilvánul meg a leleteken keresztül, viszont a Vikuszban, a civil településben ott már a mindennapi, a hétköznapi ember. Az érdeklődők megismerkedhettek a római oktatással, színházzal, hitvilággal, a római katonák életkörülményeivel, fegyvereivel és az íjazást is kipróbálhatták. És mi az, amit a legérdekesebbnek tartasz? A fegyvereket, őszintén. Nagyon érdekesnek találom, hogy az ókori kultúrák hogyan védekeztek és hogyan fejlesztették ki ezeket a dolgokat. Az esemény hangulatát a marosvásárhelyi Milites Mari Sensis Egyesület római katonai harcászati bemutatója is emelte. Hagyományosan sarlóval, kaszával arattak azon a Csíkszentkirályi bemutatón, amelyet a falunapok keretében szerveztek az Ezüsthajú Nyugdíjas Klub közreműködésével. A szervező helyi önkormányzat célja, hogy megtanítsák a fiataloknak a régi módszerrel végzett aratást és kenyérkészítést. Hagyományos ráfos szekerekkel érkeztek az arató bemutatóra a csíkszentkirályiak. A helyi önkormányzat által szervezett eseményen az Ezüsthajú Nyugdíjas Klub tagjai mutatták be a kézikaszálással történő aratást. Jöttünk a mezőre, jóinak szóval minden hagyományt akarjuk megőrizni, megmutatni a fiataloknak, hogy hogy kell aratni. Előre köteleket vetünk, amire majd ráhályázik. Férfiak lekaszálja, markot szedünk, rárakjuk a kötelekre, akkor bekötöződik, és azután rakodik a kalondja. Csak még annyit nem aratunk, hogy a kalondját megkezdjük rakni. Ugyanis egy kalandjához 9 kévét raknak az asszonyok sarlóik segítségével. Ezt régebb kicsipelték a cséphadaróval, a malomban lisztet öröltek belőle. Nem is olyan régen, az 1960-as években még sokan így jutottak hozzá a kenyér alapjául szolgáló búzaliszthez. A Csíkszentkirályi önkormányzat a teljes folyamatot szeretné megtanítani a település lakosainak és vendégeiknek. Az idén a megyetanás segítségével sikerült a községünkben lévő régi malmat visszavásárolni, és a Jóisten segítés lesz ennek az arató bemutatónak majd kalákája is, hogy evőben odáig megyünk, hogy megőröljük a búzát, megsüssük a kenyeret, és akkor sütés után az érdemes cséplés leves meg lehet enni. A helyi középkorúak közül még sokan emlékeznek erre a folyamatra. Állítják, ha a kényszer úgy hozná, bármikor képesek lennének előállítani a mindennapi betevőt asztalaikra. Amennyiben az önkormányzatnak is sikerül elképzelését megvalósítani, sokan lesznek, akik gépek nélkül is meg tudják termelni a kenyérhez szükséges alapanyagot. A szilágysági Haraklány községhez tartozó Diósadón falunapokat szerveztek a hétvégén. A 14. alkalommal megrendezett eseményen színes és gazdag programokkal várták a helybélieket és az elszármazottakat. Kétnapos falunapokat rendeztek a hétvégén a szilágysági Diósadón. A többnyire magyarok által lakott település látványos fejlődése ment keresztül az elmúlt években, ezért van mit és miért ünnepelni, hangzott el az eseményen. Hagyománya van a diósadi falunapnak, 14. alkalommal szervezik meg, nagy örömünkre az elszármazottak hazajönnek, és örvendük, hogy látják, hogy milyen szépen fejlődött a településünk. A vasárnapi esemény istentisztelettel vette kezdetét, majd Seres Dénes parlamenti képviselő köszöntő beszédében kiemelte, nagy értéke, ereje van a közösségi életnek, ezért ne hagyják el egymás kezét, segítsék egymást, mert az együttlét és a támogatás nem csak örömforrás, hanem erőforrás is, amely motivál a közös célok elérésében. A falunapok alkalmai mindig egy közösséget építő alkalmak, amikor kisebbek és nagyobbak együtt lehetnek, és én nagyon hálás vagyok azért az Úristennek, hogy mindig a falunapot a templomban kezdjük, az Úristennel való közösségből kezdjük, és ez annak a fontosságát hirdeti, hogy a hitünket is meg kell őriznünk a hagyományaink mellett, és így gazdagodik a lelke is az embernek, nem csak a külsőségekben, látványosságokban, hiszen a látványosság talán a belső értékekből fakadnak, és ha ez hiányzik, akkor a látványnak is értelmetlensége
nagyon sokszor nyilvánvaló. Az istentisztelet, az 50 éves házasok köszöntése és a koszorúzás után a résztvevők megtekintették a helyi falu múzeum kincseit, az egykori mindennapi élet során használt eszközöket, tárgyakat. Délután malac, gidó és nyúlfogó versenyt rendeztek, hagyományos játékokat készítettek és házi készítésű süteményeket értékeltek. A 15 különböző édesség mind látványban, mind ízben elnyerte a zsűri és a kíváncsiskodók tetszését. Az idei falunap kulturális műsorral és tűzijátékkal zárult. Ismét győzött Csíkszereda, sporttal folytatjuk. Sorozatban negyedik mérkőzését nyerte meg az új szezonban az FK Csíkszereda. Legutóbb a román labdarúgó második liga éllovasa hazai pályán 4-1-re győzte le a Fécsék Kumpulung Muszcsél csapatát, és ezzel vezeti a második liga rangsorát. Nincs megállás, folytatja győzelmi sorozatát az FK Csíkszereda. Legutóbb az FC Kumpulung Muszcsél csapatát fogadta hazai pályán. Már az első félidőt uralták a csíki játékosok, az első negyed órában Torvund lőtt mellé, Pálmes fejelt fölé, de ennek ellenére a vendégek szerezték meg a vezetést a 19. percben. Nem telt el sok idő, amíg Bakos egyenlített, 10 méterről laposan a hálóba juttatta a labdát. A 35. percben ismét született egy csíki gól, majd az első félidő hosszabbításában büntetőből is betaláltak a hálóba a csíkiak. 3-1-es eredménnyel vonultak az öltözőbe a csapatok, a második félidőt is a székelyföldi alakulat uralta. A csereként beállt Anderson a 69. percben beállította a 4-1-es végeredményt. Nem gondolom, hogy most a csapatban jelen pillanatban van egy önbizalom, hogy azért a 3 nyeresség plusz a kupa mérkőzés azért jót tett a csapatnak. Ezt, hogyha tudnánk ezt a játékos, ezt a mentalitást vinni tovább, akkor biztos, hogy jönnek a következő nyereségek is. A brazil Anderson az első gólját szerezte az FK Csíkszereda mezében. Estou muito feliz. Nagyon elégedett vagyok a mérkőzéssel, különösen a győzelemmel és a góllal. 5 hónapja várok arra, hogy megszerezzem az első gólomat, és nagyon boldog vagyok. Ez nagy nyomást vett le a vállamról, és nagy önbizalmat adott, hogy tovább dolgozzak, és minél több gólt szerezzek ennek a klubnak. 3 fordulót követően 9 pontot gyűjtött össze a csíkszeredai gárda, ezzel a tabella élén áll. A következő fordulóban az FC Árgyes Pitest vendége lesz. Ez volt a híradó, mutatjuk, hogy milyen időjárásra lehet számítani. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.